Bár rengeteget gyakorolnak a kanizsai fúbósok, és sok koncertet is ad az együttes, a minősítő előadáson azonban az átlagosnál nagyobb volt az izgalom a fiatal zenészek között. Nagyobb drukkot kihoz? ugyanis nem minden nap minősülünk, teljesen más, más párhuzamokat lehet vonni egy sima falusi fellépés és egy minősítő koncert között. Ilyenkor a repertoárunk is teljesen megváltozik, ilyenkor komoly zenéket és könnyű zenei számokat is inkább a nehezebbik kategóriából választjuk ki. A Nagykanizsai Fúvós 2011-ben egyesült két fúvós csoportból. Az eltelt 8 év alatt az együttes még nem állt színpadra ilyen komoly minősítők előtt. A zenekar karnagya szerint erre a megmérettetésre a további fejlődés biztosítása miatt volt szükség. Mióta egyesültünk, nem minősültünk lényegében. Ha bár egyszer egy zalaegerszegi minősítésünk volt, de az csak könnyűzenei kategóriába, az is már régen, úgy gondoltam, hogy egy zenekarnak erre szüksége van. Annó még, amikor az ifjúsági zenekarként működtünk a zeneiskolába, többször is minősültünk. A mai minősítés ez a Magyar Fúvós Zenei Szövetségnek a minősítése a szövetség szakemberei és a megyeszai ház teltházas közönsége is elégedetten értékelte a kanizsai fúvósok teljesítményét. Az ítészek koncert fúvós és szórakoztató kategóriában is aranyminősítéssel jutalmazták a délzalai zenészek előadását.